Mise, szorgalmasak a kiskukták, óvoda galéria, drágul a dió. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 22-én 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomba. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította. Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték. Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Zakeusnak a példája mindannyiunk számára példa, hiszen ő a gyónoknak a példaképe, aki az elégtételt is elvégzi. Azt mondja, hogy ha vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit megkárosítottam, akkor négyszer annyit adok helyette vissza. Érdemes egy kicsit saját magunkban nézni, ha valakit megkárosítottam. Azt gondolom, mindannyiunk életében vannak olyan emberek, akiket megbántottunk, megsértettünk, vagy valamilyen módon kárt okoztunk neki. Nem feltétlenül csak anyagi kárt lehet okozni. Valakinek bele lehet mászni a becsületébe, el lehet venni, sok mindennel találkozunk. Mi ugyan hogyan vagyunk, akit megkárosítottam, valóban négyszeresen adtam neki vissza? Ugyanakkor Zakeus példáján keresztül az is világossá válik számunkra, hogy akkor, amikor az ember jó cselekedetet visz végbe, annak bűntörlő hatása is van. Tehát persze mi katolikusok valljuk azt, hogy az egyik legbiztosabb jel a gyónás szentségében történik, amikor az Isten feloldoz bennünket a pap szavain keresztül. De ugyanakkor valljuk azt is, hogy a jó cselekedetekkel ugyanígy bűnöket lehet eltörölni. Tehát az Isten irgalmas. Kérdés, hogy mi az Istennek az irgalmas szeretetét, hogyan háláljuk meg, hogyan viszonozzuk, amikor az Isten nagy lelkű hozzánk, amikor az Isten kész elengedni minden bűnünket, minden tartozásunkat.
Mi mit tudunk tenni hálaadásból önzetlenül az Istennek a jóságáért? Akkor, amikor most imádkozunk elhunyt szeretteinkért, elhunyt hozzátartozóinkért, akkor az irgalmas Istenre tekintünk, aki nekik is irgalmas. És hisszük és valljuk, hogy az imádságunkkal, a szentmise áldozattal segítjük azokat az elhunyt hozzátartozókat, akik még nem jutottak el az Istennek a boldogító színe látására. Mert hisszük és valljuk, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és sok minden múlik rajtunk, embereken, hogy mi az, amit mi is akarunk. Mert hogy az Isten, aki akaratunkon kívül teremtett meg bennünket, nem fog üdvözíteni bennünket, ami akaratunkon kívül. Vagyis nekünk is akarni kell üdvözülni, nekünk is akarni kell eljutni a mennyországba. Kérjük az irgalmas Istent, hogy elhűnt szeretteinket az Úr Jézus ölelje az ő szent szívére. Amen. Kovácsos kiskutták először voltak a lovagi udvar nagyüzemi konyhájában, ahol az alapoktól növényfelismerés, darabolás, pucolás indultak, s a nap végére eljutottak a banános palacsinta és a töltött hús készítéséig. Hamarosan háromfogásos menüt is önállóan készítenek majd, ígéri Szatmári János mesterséf. Az új tanévben a csapat vezetője, és a csapat is új, hiszen Dedinszky László nyugdíjba megy. A stafétát tőle Marik Mátyás vette át, aki 2017 óta a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézménye földrajz-történelem szakos tanára. 2017 óta tanítok a Karcagi Általános Iskolában, a Kovács Mihályban azon belül is, és... Nyiriné Kátai Katalintól Dedinszky László örökölte meg ezt a foglalkozást, és most jó magam Dedinszky László nyugdíjba menetele miatt megöröklöm tőle ezt a foglalkozást. Az alapok nagyjából megvannak, bár most is elhangzott olyan információ, ami nekem is új volt, szoktam otthon főzni. Én leginkább a sütésben vagyok jobban otthon. Szerencsére nem kellett győzködni a gyerekeket, könnyedén ment a tagoknak az összegyűjtése. Szívesen jelentkeztek erre a szakkörre. Igaz, csak most októberbe kezdtük el, mert táppénzen voltam, és most kerültem vissza a munkába, a munkavilágába, és hát el is kezdtük a munkát a gyerekekkel. Arra kértük a tanárurat, fél óra alatt fejben dobjon össze valami vacsorára valót. Valami grillezett dolgot készítenék, a grillezett dolgok is nagyon gyorsan el tudnak készülni, úgyhogy valami húst nagyon gyorsan összedobnánk itt a gyerekekkel. Nyilván a gyerekek szemlélete formálódik egy-egy ilyen foglalkozás során. Például a sütőtökkel kapcsolatos ételek voltak tavaly, olyan ételek, ami a szemléletüket tudta formálni, és nyitottabbak lettek erre a konyhai alapanyagra. Miközben beszélgettünk, a kiskukták céklát, zellert, paprikát, paradicsomot, hagymát, zöldséget szeleteltek, aprítottak Szatmári János mesterséf irányításával. Készítettem olyan receptet, amin az alapanyagokat először is megismerik. Azon kívül, hogy kell vágni, darabolni, szeletelni, pucolni, ezeket is meg kell nekik tanulni, mert legközelebb, hogyha bármilyen ételt készítünk, akkor kelljen kilódni, hogy így úgy amúgy kell készíteni, hanem már akkor most már van valamennyi alap arra, hogy tudják, hogy miről van szó. Na most a fő alapanyagok, amik általában ételekbe kell, meg fűszerek, ezekről beszéltünk, mindegyiket bemutattam. Mindegyikről elmondtam, hogy kell hámozni, hogy kell darabolni, meg mire való. Majd utána, most, hogyha ez készen lesz, akkor leülünk, és akkor értékeljük, hogy melyik, mert itt három csapat van, és mindegyik csapatnak elértékeljük, főleg egymással, hogy ki milyenre vágta. Mert az a lényeg, hogy közel egyforma legyen az alapanyag,
hogy na az, hogy az a nagyobb darab az később fő, meg is kemény, a kicsi meg már szétfő. Hogy azért gondoltam így, mert azelőtt nem készítettünk ilyet ilyen alapoktól, és az egy kicsikét sokkal fejlettebb dolog volt, de úgy láttam, hogy mivel hogy a káposztát se ismerték, hogy ezeket mindenféleképpen azt mondtam, hogy innen kezdjük. A séf úgy látta, tanulékonyak, fogékonyak a diákok, és nagyon szorgalmasak. Azt tűnt fel, hogy szorgalmasak. Szorgalmasak, kérdezik, hogy mit csináljon, hogy csináljon, és ez meg is lepett egy kicsikét. Szerintem nem kell olyan sokat várni ahhoz, hogy mindig háromfogásos ételt készítsünk. Mint amúgy a régi csapatoknál, ott már szinte az első alkalommal két-háromféle ételt készítettünk. Na most mindenféleképpen, mint az elég mondtam, hogy ezeket az alapanyagoknak a elkészítésével, ez a lényeg az egésznek. Utána majd már a palacsint, amit készítünk, gyümölcsös lesz, azon kívül, hogy bánik egy forró olajjal, meg hogy kell vele foglalkozni ezeket. Amúgy különben volt egy kis baleseti oktatás, egy kis munkavédelmi oktatás, egy kis személyi higiénia, úgyhogy lényegében ezekkel foglalkoztunk idáig. A rajzolás elmélyült kikapcsolódás, amely a mozgalmasabb napokat a stressz levezeti, vallja Nagy Tiborné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezető helyettese, aki a Csokonai utcai óvoda galéria megnyitóján mutatkozott be. Vele beszélgettünk. A helyszín és a téma is szokatlan, hiszen Nagy Tiborné óvoda pedagógus most, mint alkotó van itt, aki gyerekkora óta szívesen rajzol. Ez a hobbi, a rajzolás iránti szeretet már óvodáskorom óta az életem része. Már akkor nagyon szerettem ezzel az elfoglaltsággal tenni-venni. Sok esetben a baba és egyéb játék helyett a ceruzát és a rajzlapot vettem kézbe. Szerettem a gyerekek között is alkotni, rajzolgatni velük, majd 2019-ben vált ez a hobbi komolyabbá, hiszen a családom meglepetésként egy háromnapos képzéssel ajándékozott meg engem. Debrecenben kiváló képzőművészeknél tanulhattam meg a rajzolás technikáit, azokat a újfajta látásmódokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy ilyen szintre fejlődjön a rajztudásom. Nagyon-nagyon szeretem, kikapcsolódást jelent számomra, amikor leülök alkotni, megszűnik körülöttem a világ, csak a rajzlap, a ceruza és az a kép van előttem, melyet szeretnék a papírra varázsolni. Már a több technikával dolgozik, és hogy épp mivel, az a hangulatától is függ. Nagyon nagy részben a hangulattól függ, hogy mit fogok megalkotni. Ha megérint egy kép, vagy egy látvány, és készítést érzek arra, hogy azt én újra alkossam, akkor ezt teszem. Nagyon szeretek porpasztelezni, nagyon szeretek akrillal dolgozni, akvarelfestékkel dolgozni, de ezek csak ilyen kisiklások. A fő vonal a grafika, és főképpen a portré. Nagyon-nagyon szeretek gyermekeket rajzolni, hiszen óvónéni vagyok, nagyon szeretem a gyerekeket. Nagyon csodálatos érzés, amikor elkezd az ember egy gyermekarcot rajzolni, és amikor kialakítja a rajzlapon a kis szemét, orrát, az arcocskáját, és egy idő elteltével szinte visszatekint az a kép rám. Hát ez az a boldog pillanat, amiért érdemes. Sok plusz dolgot is kapott a festéstől. A lelki egyensúlyomat jobban meg tudom őrizni, hiszen ez egy olyan elmélyült kikapcsolódás, amely a heti mozgalmasabb napokat, a stresszt levezeti, illetve a kreativitás is fejlődik, hiszen ki kell azt találni, hogy egy-egy témát, egy-egy figurát hogyan tudunk a papírra úgy megalkotni, hogy az valósághű legyen, olyannak nézzen ki, amilyennek elképzeltük.
a fantáziája az embernek, és úgy egyáltalán a látásmódja változik. Technikai tudása a tanfolyam után sokat változott, ami rajzain is jól érzékelhető. Megfigyelhetőek a munkáimon a folyamatos fejlődés, hiszen az első rajzaim és a nem régen készült rajzaim között nagyon szembetűnő a különbség, hiszen a sok-sok gyakorlás által a technikai fogások finomodnak, illetve nagyon sok új eszközt bevezettem a hobbimba, kipróbálgattam, több online platformon is csatlakoztam olyan csoportokhoz, ahol tudok tanulni a hasonló hobbit folytató emberektől, illetve képzőművészek is tagjai ennek. És nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy nem szabad abba hagyni. Tehát gyakorolni, amikor csak az ember egy kis énidőt el tud magának csenni a hétköznapi dolgokból, fontos. Én is megtapasztaltam, amikor esetleg úgy alakult, hogy egy-két hétig nem volt erre alkalmam, bizony-bizony a kezünk elnehezedik, azok a finom mozdulatok, amik ugye szükségesek az apró részletek kidolgozásához, ezek egy picit ellustulnak, úgyhogy fontos a gyakorlás, nagyon fontos, ha valami nem úgy sikerül első alkalommal, ahogy gondoljuk, nem szabad elkeseredni, nem szabad abba hagyni, hanem újra kell próbálni, illetve én, amivel a fejlődésemet próbáltam önmagamnak magasabb szintre emelni, az egyre nehezebb képeket próbáltam kitalálni magamnak, keresni olyan kihívásokat, amit még addig nem rajzoltam meg. És így szépen lassan eljutottam arra a szintre, ahol most éppen tartok. Akár duplájára is emelkedhet a dió ára. Most átlagosan 4-5 ezer forintot kérnek kilójáért, de van, ahol egy kiló dióbél ára már eléri a 8 ezer forintot is. A vevők többsége azt mondja, ha máskor nem karácsonykor mindenképpen vesz diót. Akár duplájára is emelkedhet a dióára. Most átlagosan 4-5 ezer forintot kérnek kilójáért, de van, ahol egy kiló dióbélára már eléri a 8 ezer forintot. A drágulás egyik oka az asszály, emellett egy kártevő, a fúrólégy is megtizedelte az idei termést. A vevők azt mondták, próbálnak olcsóbban diót szerezni, és sokan csak az ünnepi készülődéskor a karácsonyi beiglihez fogják megvenni. Van, aki más alapanyaggal helyettesíti majd. A gazdák a termelési költségek brutális növekedése miatt kényszerülnek rá az áremelésre. Mivel a dió fontos alapanyaga a karácsonyi süteményeknek, így a drágulása miatt biztos, hogy idén emelkedik a beigli ára is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!